Jó reggelt, jó reggelt. Eat Mihes mondja, szia kedves nő. Te melyiket preferálod jobban? Meleg szenics, vagy sima szenics? Szia, chat pepo happy. Én meleg, én a sima szenicset. Sima szenics az jobb, mint a meleg szenics, szerintem. Toljuk, mert sose fogunk a végére érni. Ez egy 12 perces vizsgafilm, szóval ezt egy egyetemista csinálta, a Herbie benne az interjú alany. Az agorafóbiáról szól a vizsgafilm, és elméletileg nagyon szar, szóval nyomjuk. Agorafóbia. Alap Sony Vegas font. Mennyi ember? Arra nagyon emlékszem, hogy irigyeltem az összes embert. Jaj, már most kell rá hangot adnom, mert rosszul a master elve, eddig jó a videó. Én már most megbuktatnám a vizsgázót. Mert ahogy bevettem a gyógyszert, arra gondoltam, hogy ti mindannyian így éltek. Igen, de ők nem ittak a gyógyszerre amúgy, tehát azért itt a frontinnek a hatásai azok nem mindig olyan pozitívak, hogyha iszol rá, ezt azért szeretném megjegyezni. Takarodj a kurva anyádba, hogy tényleg megöllek! Nem ment el, itt kopog, aha. Ja, alapvetően a... Ó, igen, csak a bal fülem nagyon élvezi ezt, várja. Át tudom valahogy elkúzni a jobb fülemre is? Vagy nem, az nem fog menni. Fú, meg. Stereotum mono, na várja. Nem tudom, nem annyira bízható. Megbízható? Igen, 5 csillag. Figyelj, jó, letöltem ezt az addon, Max ellapja az adataimat, kit érdekel, nem? Rákattintok? Ja, most mono azt írja. Ó, működik! Holy shit! Ezt nem gondoltam volna. Na most figyelj. Ja, alapvetően a pánikbetegség meg az megjavítottam a videót, de most akármikor ez a doktor Lázár Bence András beszél, aki pszichiáter, gondoljatok arra, hogy ő igazából csak a jobb fületekhez szólt. De én megoldottam. Amik nyilván akkor jelentenek igazán problémát, hogyha már az egyénre olyan nyomást gyakorol, vagy terhet ró, ami miatt akár a párkapcsolatában, akár a bármilyen más jellegű emberi kapcsolatában, akár a munkahelyén nem tud teljesíteni. Hát a Herbie az sehol nem tudott ezek közül teljesíteni amúgy, de nem a betegsége miatt. Aluból mentem be, de hangos vagy. Vár. Igen, hát egy kicsit, ez már egy kicsit hangi. És egyszer csak rosszul lettem, de olyan szinten, amit még soha nem éreztem, azt hittem meghalok. Először is a légszom, aztán a kapkodok mindenfele, hogy hol van menekülési út, meg kilátja ezt. Végre megállt a busz, és én így kiájultam a buszból. És kifeküdtem a fűbe, kapkodtam a levegőt, ott volt velem haverom, az meg elfutott a szomszéd boltba, ott volt egy utcával lejjebb, és hozta az ásványvizet, hogy locsoljon le vele, és mondta, hogy hívom a mentőket, és kicsaptam a telefont a kezéből, hogy ne, mert akkor még rosszabbul leszek. De szomorú. Busszal jártam be Debrecenbe, egy gyárba, és olyan rosszul lettem, nem tudom, egy két hete dolgoztam, csak ott pedig. Kifele ugye csippantani kell, de akkor emberekkel találkozni. Én kimásztam a kerítésen, és minden cuccom ott maradt a szekrénybe, az öltöző szekrénybe, és Debrecen túlvégéből Hajdúsámson így gyalog mentem haza, zuhogó esőbe, ami itt 15 km még táblától tábláig is, hogy végre elérjem az otthonomat és az ágyamat, ahol leülök és bezárom az ajtót. Hát ez is tuti megtörtént eset amúgy. Nagyon annak hangzik. És akkor anyukám adott egy fél nyugtatót, hogy így nem tudunk elmenni, hát csecsemő pózba remex lent. Elmúlt minden. Mondom, ez mi volt? Mit adta? Na mindegy, el tudtunk. Frontint. A kedvenc. Menni, és akkor ezt el is meséltük, hogy jobban lett ettől a gyógyszertől. És adott egy beutalót a pszichiáterhez. Elkezdődött az az életem, hogy szanax. És minden jó lett. Ugyanúgy eljártam dolgozni a gyárba, Debrecenbe busszal. Minden visszatért, hogy ez jó. Napi 3-at írt fel, még a 0-25-ös, reggel, délbe, este. A szervezet hozzászokik. És utána kell a pia. Ez egy elég szar pszichiáter volt amúgy, hogyha csak napi 3 szanaxot felírt, és azt mondta, hogy tessék, ettől jól leszel, és szedd életed végéig, mert azért ez nem... Hát ez nem a legjobb eljárás, mert eléggé keményen függőséget tud okozni, meg hát nem feltétlen fog előre vinni. Ezeket a dolgokat magadban kell elintézni, főleg. Neked is ennyit csinál a pszichiátered? Keresj egy másikat.
Legtöbb sajnos ilyen. Keresi másikat, mondom, keresi másikat, nagyon sok van. Menjen egy magánpszichiáterhez, ez biztos, hogy nem ezt fogja csinálni. Megmondod, hogy te nem nyugtatót akarsz szedni, hanem olyan gyógyszert, ami hosszú távon segíthet. Nem pedig egy olyat, ami csak tüneti kezelés. Egyre rosszabbul lettem, megint visszatért minden. Hát mit csináltam? Elkezdtem egyre több gyógyszert szedni. Ott tartottam, hogy nem 0,25-ösből 3, hanem napi 0,5-ös és 6 darab. Azt tegyük hozzá, hogy mellette ott volt a sör. Hát igen, azt azért hozzá kellett tenni. Hát de minek? Ez a nagy kérdés, hogy minek? Pont így kezdik azért. Hörbi azért ennél rosszabb helyzetben is lehetne. Meg hát lenne is, hogyha a YouTube-ot nem... Hogyha nem a YouTube-ba kapaszkodott volna. És a vodka. Nem, azért nem csak sör volt szerintem. Vagy hát most már a sör az nem annyira pörög. Inkább a vodka. Én mai napig azt mondom, ha én tehetném, leélném az életemet szanakszal. Mert az valami nagyon durva cucc, amit az művel. De amikor elkezdődik az a függőség, amikor épp nem jutsz hozzá, és rosszul vagy, az sokkal rosszabb, mint mikor épp rosszul voltál. Már a legelején igazam volt, nem a többi ember szerint kellett volna élnem, és úgy 2017 nyarától kiteljesültem. Ó, kiteljesült? Hát akkor ez egy elég szar kiteljesedés volt, mert azóta, hát na jó. Hát azért az emberek nem azt szokták mondani, tehát ilyen szituációra nem mondanám azt, hogy kiteljesültem. Kommentek. Herbert, arról miért nem beszélsz, hogy nőket veszel fel a kóban, titokban alulról, vagy hogy vicc a fiatalkorúnak látszó lányokat videóz a strandon, majd átküldi neked. Mit csináltál ezekkel a videókkal? Önkielégítettél rá? Legalább a Wikipédián utána olvasott azóta, régen össze-vissza beszélt a képzelt betegségekről. Fürtolás, tojás eladó sümegen, fürdőszobában tartott fürjek egyenesen a recskás kád mellől. Szopatlan sümegi bohóc írta ezt egy napja. Petőfi Sándor írta, sümegi koldus, miért nem a fekete hódító ingetben voltál? Mennyi könyv marad rajtatok, hokigép, erről beszélne a kamu betegségeidről. Na. Ne. Lenyírtam a füvet kint. Úristen, de só. Megjött a ketrec. A fűrketrec. Na ne. Ha valaki lemaradt volna, ez egy olyan ketrec, amiben 25 fűrt javasol a bácsi, aki árulja, mert ő is ezt használja. Én 10-et szeretnék bele. Tojás kigurulósos, önitatós csővel együtt, csak víz tartály kell. 16.500-ért árulja, de utánvétel plusz 3.000 valamennyi, szóval 19.500 volt, hogy mennyi. Ha már mit gondolt? Hogy ingyen kihozzák, vagy mi? Kártyával fizettem, így plusz borra való nem volt. Ja, Istenem. Szerintem a Peti nem tudja ezt, de a kártya mellé is tudsz adni aprót nekik, képzeld el. És úgy illik sokszor. Sok esetben szokták csinálni ezt az emberek, akiknek ugye van agyuk. Hát a kártyából nem tud bóravalót adni, szóval akkor mindig kártyával fizetek. Damn! Ennyi eszed van. Újonnan én nem találtam sehol ilyen fajtát. Hát ez nem, hogy használt, hanem mármint nem, hogy újszerű, hanem új. Ez tök új. Hát ez tök új. Elmondtam úgy, hogy azért nem vesz használtat, mert ki kell ganyézni. Ezek amúgy madarak, akik hát kakilnak, meg ilyen dolgok, tudod, ilyen élőlény dolgok, és büdösek, mint a szar amúgy. Szóval bent nem fogja tartani valószínűleg, hogyha büdösek, mint a szar, kint pedig meg fognak fagyni, vagy bajuk lesz, meg betegségeket elkaphatnak kint. Szóval k***ra nem tudom, hogy hol a f***omba fogja őket tartani. Engem ez érdekel a videóban legjobban. Azért újat vett, mert ki kell ganyézni, de amúgy is ki kell ganyézni, hogyha összeszarják, meg. Ebben volt valaha fűr, nem hiszem. A gyerekek, ez olyan új, mint az állat. A szasz. Húzd már el magad. Aszta. Igen, aha, már most elhajlítja mindjárt. Hozzá van kötve. Hozzá van kötve. Hát igen, többet ésszel, mint erővel. Rá van kötve az acskó, az ugye meg le akarta szakítani a lábával. Az az unboxing. Megkívülre. És akkor ezen van egy ilyen. Ahogy hallom, nem fog tudni nyugodtan parizeres kenyeret tenni ő se. Tényleg úgy tudni, mint a remegne. Tényleg nagyon remeg a kezem. Zavar senkit.
széknek is ott van, és akkor minden elől van. Ennyire? Mi? Nagyon remeg a keze, tényleg. Ezt nem is vettem észre eddig. Egyen feljebb, hogy legyen tartása. Lehet nem ivott. Hót. Olyan nincs, szerintem úgy kezdi a napot, hogy iszik. Hóp megzabálná őket, amúgy az is egy outcome, az is egy outcome. Jó van, sziasztok, már én még füvet nyírok, ilyesmi, olyan meleg, én nem tudom meg. Aztán majd jöhet a Hope Redemption Arc videó. Jaj, kisebb ketresz nem volt. Ilyen jó befektetés, még nem basztam, sok sikert hozzá. Anyádéknak is jó befektetés volt. Szia, Áron, a tank szórod, recseg a hang, üdv. Ez egy 6 éves videó, ezt tudja, hogy valami öreg. Elaludt az öreg? Biztonsági örködik. Ja, így örködik? Keep it up. Köztesom. Köztesom. A Hope a legértelmesebb eddig itt. Nyitott kapunál azért. Én azt nem értem. Ott a nyitott kapu. Bekamerázva sincs meg semmi. Ott van a 150 ezres roller. Csak így otthagyva. Nem jön senki az utcán, és így meglátja, hogy haló, van egy rollerem, csá, és elmegy vele. Valami sümegi lopja már el tőle. Arról is loopolna legalább egy hétig, hogy valami faszapú ellopta izé rolleremet a kurva anyját, megy a feljelentés, és be se zárta a kaput. Ötletet adtam a tolvajoknak. Na, szóljunk a Tomcatnek. Boltnál áll a radaron. Radaron nézik egymást, hogy hol jön a Balázs. Azért ez kemény. Szóval, hú, de meleg itt a lábunknál. Nem megy a konvektor? Nem, de ugye, miért menne? Forró. Rutinba, gyorsan, fjúgy. Elzártam. Szóval, várjál, már megnézem a másik ablaknál. Odébb áll. Itt is meleg. Futok át. Forró. Elzártam. Az kemény. Még nyár közepén is fűt az öreg. Elfelejtette kikapcsolni a konvektorokat, geci. Most így eszébe jutott. Hát akkor... Megsüti a fűrjöket, geci, élve. A trollok bementek és föltekerték a fűtést. Mióta? Ráadásul nyitott ablak. Elegem van a vendégekből. Aha, a vendégek. Mikor lehetett az, hogy én valaki miatt befűtök? De mi az, hogy mind a kettőbe? Vagy remélem nem úgy történt, hogy nem is én fűtöttem be, hanem klik-klik-klik valaki. Én fázok. Én nem tudom. Hát szerintem csak elfelejtette. Én erre nagyobb esélyt látok. Hát viccánál nem több személy van, akit én jobban szeretek. És mikor itt voltak, emlékszem, még miattuk se fűtöttem be, mert itt a klíma. Kinyitotta az ajtót, az bement a meleg, kész. Szóval már mikor volt? Összeveszett egy hajléktalannal. Jó, timestamp-el küld el, légy szíves, és megnézem, de nem vagyok hajlandó ezeket az egyórás videókat tekergetni, bazd meg. Nem veszi észre egy hét múlva jön a videó, hogy a trollok felgyújtották az egész házat. Amúgy kajak... Fix. Fiad. Igen? Jó reggel, ki a Jörbi? Hello? Hello, akarok, én nem látlak. Mi van? Fél hat van. Tudom, már megyek dolgozni. Jörbi nem segíti nekem, hogy legyen a munkahelyet pár szállt ki. Jó, de én nem dohányzom. Nem úgy mondom, hogy egy kis pici pedálat segítsék ki. De hogy? Én nem értem. Felnőtt ember vagy. Miért én segítsek idegeneken? Hát... Tudja a nevét. Herbie-nek hívta a hajléktalan vágod. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, geci. A hajléktalan odament a házához és bekiabált az ablakon, hogy Herbie adj egy pár szál cigit. Hát csak ezen én is meglepődnék. A két koldus egymással össze... Hú, hát ez tiszta Mortal Kombat. Hát de nekem mi közöm van hozzá? Nekem vannak szeretteim, családom, azokra gondolok. Nem egy vadidegenre, akinek a nevét sem... Az igen. Tudom, most már elegem van ebből a kurva faluból. Segíts te, nem a szarom. Most már van idegeneket, bazd meg, hogy ide mászkálnak, hát feljelentelek a gecibe, az kész, most már. Most már. Most már. Igen? Egy járőrkocsit minimum. Ugye? Hát a faszom ki van. Azt még az a legnagyobb problémám néha, hogy messengeren írnak idegenek. Nem ment el, itt kopog, aha. Fél hatkó, bazd meg, rájunk jön a szív, hogy mi ez a hang. Azt hittem valami videó indult. De ez a kutya is milyen? Azt ott az! Amúgy,
én jó. Hát a hópot nem érdekli. Annak se tudom a nevét, azt állandóan megállítgatott az utcán. És mindegyik úgy hív, hogy Hörbi, mert nem tudják, hogy ki vagyok. És komolyan, valaki az internetre feltölt egy képet, akkor azt már meg lehet állítani az utcán. És akkor egy kitalált karakter nevén szólítani. Olyan, mintha lenne egy olyan, hogy hát magyarosítások.hu. Egyszer kiraknál képet, hogy amúgy én csinálom a honlapot, és megszólítod az utcán, szia magyarítások, szia magyarítások, cső magyarítások. Hű, geci, ez nagyon nem, úristen, aj. Én ezt nem... Igen, tökre erről van szó. Ő adta magának ezt a nevet. Mit szólongasz egy márka néven? Márka néven? Gondolom le is van védve a Hörbi. Dancsi mondja, szia anyád sorozat. Szia anyád sorozat. Hörbi Kft. Coca-Cola. Amerikában így állítják meg a vezérigazgatót, hogy szia Coca-Cola. De és te kinek vagy, hogy minek vagy a vezérigazgatója, akkor ezt mondd meg. Ez lenne a nagy kérdésem. A Hörbi Kft-nek, vagy minek? Az ivásnak a CEO-ja. Felnőtt ember, bazd meg. Mindenhol ki van ragasztva, hogy eladót felveszünk. De dolgozni meg. Persze, mindig ezt mondja. Annyit segítettél, hogy amíg el leszel utazva, megcsinálom neked itt kint a kertet. Hát mondom, beleférne bőven. TX001 pár milliót odaadtam. Pár milliót odaadtam? Aha, nyilván milliókat ad a hajléktalanoknak, úgyhogy százezret nem tud költeni. Adtam neki meg a fiának így 6 év alatt. Semmi. Megyek arra. Hörvés kis Hörvi, majd én vezetem a kutyát, add ide. Mondom, mi a fasz csinálsz, bazd meg? Megyek be a dolog, gyere hóp, meg akart mi a fasz, ezt így be volt már göndörbe a kórházba. De ki a faszom ez? El az egy család. Az jó történet volt. Igaz történet alapján ismét. Mindig így történt. Nem szokott becsicskulni amúgy a Hörbi sose. Általában. Vagy hát a videókban nem. Hogy mindig akkor mesél, amúgy ezeket a dolgokat, mindig úgy mesél el, hogy ő volt az Isten, meg minden. Hogy mindenkinek beszól, mindenkinek elmondja a jó kis véleményét, de hát csak az interneten amúgy. A vonaton se volt, beszarva. Hirtelen annyira levettem, kikapcsoltam, meg sem néztem, hogy annyiasan lehetett. De jó, forró volt, hát szóval ha nem tartod rajta a kezedet, örökké típusú volt a maga a vas. Az mondjuk baj. De azért nem is volt eszembe, mert nekem eszembe se jutna bekapcsolni. Most ha Balázs nem szól, akkor az konkrétan örökké 10 évig megy. Hát hogyha olyan hülye vagy, hogy nem nézed meg, ez nehogy már másoknak a hibája legyen, hogy elfelejtett kikapcsolni a konvektort, bazd meg. Istenem. Nem érzi, hogy ott van mellette és jön a meleg belőle. Egy olyan ember, aki tél óta bekapcsolva hagyja a konvektort, állatokat szeretne nevelni. Csak mondom. És kétszer ennyi adagba 6-ot rakott. Nála a házi fokhagyma, lehet sok lesz. Itt kapácsol, pénzt kérnek, az nem főzés műsér közepén. Tőlem idősebb emberek, bazd meg, beszarok. Jó reggelt! Azt mondja, jó reggelt, Hörbi! Adok rá egy kis hangot. Most abitúrjában ez a fel a csícsőd, a blankőd. Azt mondta, 230 műsort vezetünk. De nem tudok ellátni más embereket pénzzel, bassz meg idegeneket, a faszom ki van már a faluba! Menj el dolgozni már! Faszom! Nem tudsz adni egy... És ezt te mondod, öreg. Egy kicsit többet, bassz meg! Adjon neked az anyád pénzt! Köcsöt cigányok most már! Ajaj! Faszom ki van! 500, hogy na, ebből hogy veszek cigit? Én leszokok, bazd meg, mert drága! Más meg itt kopogtad, de már a fia, a lánya, az unokája, mindenkit kopogtad. Szóval még engem betegez le mindenki előtt, bazd meg a kibaszott boltba, hogy ne képzeljétek, ez az ember tök beteg! Nem adta oda a rollerét, hát mondom, azt se tudom ki vagy, mi az, hogy add ide a rollered. És ugyanezt csinálja. Faszopó kurva Isten faszát, most már be a kopogtatásba! Mindjárt utána megyek még!
utána megyek még. Nyilván, persze, egy videóban most már könnyű mondani. Minden idiótának adott pénzt, mert hogy akkor ugye jó embernek tűnik, mindig ezt szokta csinálni amúgy. Tehát az a baj, hogy ez az interneten keresztül működhet. Tehát az, hogy kölcsön adsz a viccának, meg kölcsön adsz a faszom tudja kinek, az úgy működhet. Mert így hát fogságban tud tartani őket azzal, hogy tartoznak egyel, úgy, I mean, érted? Így viszont így magad köré tudod tekergetni az embereket, nagyon szépen, hogy adsz mindenkinek pénzt, ennyit meg annyit, meg így tudod mosni magad, hogy te milyen jó ember vagy, de az a baj, hogy ez a hajléktalanoknál nem fog működni, mert ők az ivásnak már egy másik fokán vannak, és valószínűleg te is ugyanott lennél amúgy, hogyha az interneten nem küldenének az emberek pénzt. Ez így nem fog működni sajnos. A hajléktalanok azok nem ilyen jó fejek, hogy majd visszafizetik, meg hálásak lesznek, meg ilyenek. Hát egy járőkosít minimum. Miért néztem volna meg? Kinek itt eszébe, hogy hát megnézem már így random, hogy nem megy a konvektor. Hát miért menne, ha nem kapcsoltam be? Szóval ez a nap ez annyira jól kezdődött. Na! Na, jöhetnek a fűrjek. Ugye mosok, meg mosok, meg mosok, meg mosok, meg mosok, meg mosok. Itt takarítgatom, meg ez majd jó lesz ilyen izének. Tápos. Aha, és ide fognak menni az ablakba a fűrjek. A WC-be. A szarszakba. Igen, ott sokáig fognak élni szerintem. Fú, hát ekkora anyáméknak sincs. De nekik mennyi van? 20, ugye? Hogy 40-et ajánlanak fűr. És 20 van. Jól emlékszem? Ebben meg 25-öt ajánlanak, és 10 lesz. Szóval még jobban megfelezem. Amit érted? Nincs kártya. Kint megdöglenek. Télen megdöglenek kint. Meg elkapják a betegségeket, meg ilyenek amúgy. Szóval nem jó ötlet a kertbe tartani őket. De bent tartani őket is elég. Hát abban a térben, ahol te élsz, az nem lesz jó. Ezek geci büdösek amúgy. Hát lehet, hogy egy kicsit több oxigén kéne nekik amúgy, igen, de ki tudja, figyelj. Majd bemegy, szarás közben tudja nézni a madarakat. Utána meg szarás után befújja szépen az illatosítót, a madarak meg belélegzik, aztán megdöglenek. Nincs bent valami, hogy nem mindig a rácson lépkedjenek, és jaj, bemegy a kis lábújuk, és ez biztos kényelmetlen. Senkinek! Hogy applikálom bele? Másoknál hogy van? Akkor vágok bele dobozt is. Kösz a szabad sajtos pufi. Egy nap nincsen 16 óra napfény. Hát ezért kell nekik ilyen lámpa, gondolom, vagy nem tudom. Ja, ott tartottam. Azért karton dobozra gondoltam, amit... Mert Laci az rendesen deszkából rakott be, vagy minimum faros lemezből. Hogy azt mindig takarítani kell, kész. Viszont nekem állandóan annyi dobozom van, hogy nem takarítanám, hanem cserélném. Mindig tiszta lenne így, ugye. Aha. Nagyon elhiszi, hogy valaki meg fogja venni a tojásokat. Meg fogja, valaki biztos. Tudod, hogy egy ketrecen kívül, amit oda csavarsz, az kívül meg egy izé. Itató. Hova tekerjek, bazd meg? Hova tekerjek? Úristen hallod. Ezt nem akarom végignézni. Annyira érdektelen, hogy egyszerűen az agyam az így meghal. Nagy a hallgatás a könyvekről. Hát figyelj, elméletileg valami pár száz darab könyvjelzőt csináltattak, mert hogy az első rendelők, akik megrendelik, azok kapnak majd könyvjelzőt. Még mindig van könyvjelző. Szóval szerintem ilyen kevesebb, mint 500 ember rendelt. Minuszos. Nagyon minuszos. Gecire minuszos. De hát figyelj, nem tudom. Biztos jó ötlet volt. Jó üzlet volt, ez persze, te szó, hát nagyon legnagyobb üzlet. Mentsük meg az Anikó gyerekét. Hát ja, mentsük meg Kristófot. Hashtag mentsük meg Kristófot. Hát, műanyag VS műanyag, mármint ez esetben gumi. Gumi VS műanyag, hát nem kell nagy dolgokra gondolni. Hogy most ennél egy kisebb lyukot vágok valamire, ez beletömözkölöm, már nem szivárog. De ne legyen kisebb, mert akkor nem jön jól. Pillanat ragasztom, valóta ragasztom, Mauni. Bárcsak tudnám, hogy ez nem nagyon. Amire szánják a ketrecet, annyit belerak. Sima. Az sok. Ez mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Ez betartotta szerintem a 25-et. Mauni?
Na, itt... El van képedve azoktól az emberektől, akik több fűt tesznek vele, mint ő. Nem is értem. Az mi? Méreg? Ja, az a vitamin? És ezt a vitamint belerakja nekik a vízbe. Gondolom. Én ezt a fejgecit szerintem kiveszem. Hogy rakok így bele bármi mást? Hagyjál már ezzel a fejgecit. Én mindig így félrehúzom. Én pont a lyukaknál rakok egy kis kukacot. Az kész, nagyon rossz kamera. De meg kell csinálnom az állványt majd, hogy így legyen. Ott sok kukac. Liszkukacok a lyukaknál. Na, erre gondoltam én. Vannak ezek a szilikon, vagy mit tudom én mi. Evőcuccok. Alátét. Ilyen alátéteket fog rakni a madarak alá? Ne csináld már. Ródeszkának is. Jó kis egérpadot, vagy valami 700 forint. Szállják. Én például annak szoktam. Ugye vettem kettőt, és ebben van sok. Ott látszik. Oh shit. Ez ugye nagyon könnyen tisztítható, most ilyen rákakilnak, ilyesmi, ez még a mosogatógépben is. Jó, hát azért inkább a mosógépbe raknám. Mosógépbe? Mosógépbe? Ember leveretett slaggal is, csá. Ennek mi baja van? Rázat levettem. Hát egyet berakok hátra. Egy darab műanyagot berakna a mosógépbe? Kíváncsi vagyok, hogy mit csinálna, utána kivasalná, vagy mi a fasz? De nekem ilyen legyen otthon, most 690 ér van benne. 4. Talán. Na majd mindjárt kiderül. Hát bátya, ez nagyon vékony. Bakelit szagom. Én anyu nem tudom, hol vetted, honnan szerezted azt a tálat. Az anyukám mindig nézi a videókat. Ilyen sok szabad ideje van neki amúgy. Nem tudom, hogy csinálja. Hogy anyukája az mindig így szól a videókban, de hogy megnézi mindet az anyukája. Nyugdíjas? Nyugger. Hát ennyire ráér. De akkor mindig ki... Hogy van már benne légy? Hát szerintem a rácson át tudnak repülni amúgy, de csak tippelek. Megy a szarszagra a légy. Krisza 01 mondja, miért nem vett egy fémlapot, amit méretre lehet vágni? Sokkal olcsóbb. Mert nincs agya, vágod. Bement az első boltba és meglátta ezt, és azt gondolta, hogy na ez nagyon jó lesz. Tesó, nem, ne keresd a logikát. Itt nincs logika. 42 éves? Nem, szerintem több. Szerintem már több, talán nem. Mi a terv? Menj már bele, Móni. Nem jó, nem vágós történet lesz. Jó videó volt. Madárgenyóknak paprika. Magas a C-vitamin tartalma. Az erős fajtákban pedig változó mennyiségben kapszaicin található. Ez az anyag adja a paprika csípős ízét. A kapszaicin nem egy maróanyag, hanem az egyik érzékelő ioncsatornát, TRPV1, ingerli. Ezért is érezzük forrónak az erős paprikát. A madaraknál nem reagálnak a kapszaicinre ezek a receptorok. Így a madarak nem érzik az erőset. Tehát nyugodtan adhatjuk nekik az igen erős paprikát is, semmi bajuk sem lesz tőle. Sőt, az erős paprikának szinte csak előnyös tulajdonságai vannak. A gyomorban található élősködőket kihajtja, például bélférgek, az immunrendszert erősíti, antibakteriális hatásának köszönhetően pedig segíthet akár a szalmonellózis leküzdésben. Olyoly. Megfigyelések azt a hipotézist látszak. Nem az a lényeg annak a rácsosajnak, hogy majd a kaki a tálcára megy és könnyebb takarítani. De! Viszont Herbie erre nem jött rá. Nem érdekli a dolog szerintem. ...annak alátámasztani, hogy a kapszaicin egy célzott elrettentő vegyület, mégpedig azon okból, hogy az emlősöket meggátolja. Lehet nincs is itt. Az emlősöket meggátolja a csili fogyasztásában. A növény számára ugyanis a madarak az ideális fogyasztók, mivel a magokat képesek nagy távolságokra eljuttatni. A madarak ezáltal a paprika terjedését segítik. Nem véletlen, hogy a jelenleg kapható prémium minőségű magkeverékek szinte mindegyikében található paprika. Megnézzük a kutyaboltba a szilikonedényt.
Mert ugye ilyen picik nem jók. Ebbe egy fűr se tud megfürödni. Mondd. 25 kiló az ilyen nehéz. Na, volt. Hát, hogyha 40 kiló vagy, akkor igen. Akkor nehéz. Xiaomi. Hát így voltam most 90 kiló, ugye? 90 kiló volt így. Áááá, te só, fix nem. Fix nem. 65 kiló lenne a Herbertünk. Szerintem nem. Hát a piától nem lehet ennyit hízni. Hát, hogy, hát hogyha magas, 180-185 elég magas. Hát akkor viszont lehet, hogy kajak 65 kiló, de az, az úgy nem sok. Homok. Nincs túl bonyolítva, ugye. A címadás. K-V-A-R-C. Kvarc. A kvarc homokot nem nevezték el. Ázsiai liszt felhőnek, vagy valami. Szárított, osztályozott, csírátlanított, nagy tisztaságú kvarc homok. Nagyon apró. Homok. Wow. Még nem láttam ilyet soha. Táp. Az már bent. Nagyon higiénikus lesz ez ott benne úgy. Minden hülyeség. Törlőrongyok. Vitamin, stb. Tehát már csak egy homokozó kell nekik. Menjünk. Na jó, ti nézzétek ezt, fölgyorsítom egy picit. Mindjárt jövök itt, még úgysem lesz nagyon túl sok minden, de epic content. Mindjárt jövök. Hozzá? Hát mondom, az itt van. Így magamban. Ez nagy, hát ott a két lába. Sziasztok, hello! Hi, megyek a kútba a kislányhoz, kör 3, 4. Hány része van, nem tudom, cső. Mi ez az effekt? Sutty. Ez volt, és így, innen, így kezdett becsúszni, és ez ment a kamera elé. Na, zúzok a palipára. Mindjárt jövök. Muszlin ügyelő. Felfele ráadászni. Akkor leülök itt addig. Fürty unboxing lesz. Abban lesznek madarak? Ne csináld már. Ha mondom, a nő az így bezárva rakta bele őket. Az, majd a néni. Az, hogy lehetséges, hogy bezárva rakunk bele. Így, kb. Nem mondod, hogy madár tud repülni. Azt te kurva. Te som azt hitte pingvint vett. Jaj, jól van. Egyért, ja még nem tudsz mit. Sziasztok. Él mind. Majd kiderül valami. Azt mondja, él mind. Jól van. Jaj, de melegek! Ezek állatok. Melegek, pedig bent rájuk a klíma. Hát nem úgy. Bent rájuk a klíma. Én még nem fogtam madarat. Jó volt ez a hőművélyes madár agyfaszok. Hú, mekkora szárnya van. Szegény hóp, az jó kész van. Akkor ugye vinnem kellett ilyen polcot. Végig kizörgött. Jaj, Istenem! Most stresszmentesen túlélik. Miki! Nagyon cuki. Jaj! Jogi, 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 szakszerűen fogta meg azt a madarat, fixen így kell. Elég jó, semmi tapasztalata nincsen azzal, hogy kell megfogni egy madarat. Azt mondja, nem fogott még madarat. Így kell megfogni őket, amúgy. Meg a kajától. Gyere, Hope! Gyere, Hope, edd meg őket! Jól van. Nyugi, 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 nyugi! Járulékos veszteség, mindjárt lejt egyet. Hope, az megjön, az ham. Semmi baj nincs, Hope. Most lesz jó. Madár. Ő meg kutya. Megszokjátok, jó helyetek lesz. És igen. Melkasuk, foltos. Tojók. Nálamból külön volt a kapva. Mi gondolom éhez? És nem tudják, hogy hol kap. Megérzik. Azt megérzik. És nem bűnösek, nem tudom miről beszéltetek. Add már ide a kamerát. Hát, mert még nem szarták össze a kezedet. Azért nem bűnösek. Nincsenek kicsit sokan. Elméletileg ez a ketrec, ebben a ketrecben elméletileg 25 darabot lehet tenni.
Valaki írt a live-ba, hogy haverjának volt egy csomó, mit tudom én, hol tartotta, azt akkor hú, de büdös volt ott. De nem, nem az állat a büdös, hanem gondolom nem takarította a szart. Igen, mert 10 madár az mindig ugyanakkor fog szarni, és olyan könnyű lesz őket takarítani, nem? Delusional. Olyan delúziói vannak, bazd meg, hihetetlen. Nem értem. Havasjon mondja, biztos jót fog tenni a madaraknak a füldés után keletkezett pára. Nem úgy, erre gondoltam én is, meg odarakja a ruhákat is száradni. Tehát nem tudom, hogy az például mennyire jó a madaraknak, hogy tiszta párás a levegő. Ezek már így, ilyen generáció. Most live-ba hallgattam egy videót, hogy mint a kutya, ez se lenne már el erdőbe. A fül... Hát egy lófasz, nem annyi kóbor kutya van, azok vajon mit esznek? Embereket, ugye, gondolom. Kurva sok generáció óta ketreces. Szóval nem érzik, elpusztul, hogyha kirakod a fűbe. Azt mondta a néni, hogy egy 2 hét múlva tolni fognak meg. Jó. Ez a kis, annak mérre meg a csőre. Na mindegy, itt igyatok. Elvonási tünetei vannak, adj neki egy frontit. Kattog az öreg. Szerintem most azért melegük is volt, egy kicsit kinyitom. Nincs húzat. És 22 és fél fok van. Elkezdenek mindjárt csipogni, meg hóp is itt van. Kicsit ott lazuljanak be. Nem kéne a fény nekik? Ugye megszagolhatod a kezemet. Izgatott kapitány. Ja, a recskaszagó kezeit odarakja. Eltölt kemény 2 perc. Tékelnéd az offert. Igen, Zoli, megszagolnád te is a Herbie kezét. Amirom, ki? Ha, mindig ott vannak. Szemmi étkezd a tész. Aha. Uh-huh. 10G? Ja nem, az kaja. Oda szólt nekik. Aha, fürcsi van. Vagy mi? El vannak a homokba. Nagy szárnyuk van. Még hát, valamivel repülni kell. Igen. Kurva jó, Istenem. Kurva jó. Madár, de ne bánszol. Jó? Freezy 34 mondja, csibe falatok vacsira. Szépen. Amúgy igen. Na. Aha, már nyomja magát. Kaca. Edd meg. Amúgy ez nem ilyen kövér, mint amikor megfogva látszik. Hát én megpusztulom. Szia! Milyen kis szeme van. Azt a rohadt. Tromfosztó mondja, amúgy most kajak a fúldószobaba lesznek. Igen. Mindjárt békén hagyunk titeket. Előbb benyitottam, alszanak. Még a hóp is hangosabb, ahogy csattog a körmeivel. A jó kis recskás kezét megszagolta megint. Jó kis faszag. Mungeci mondja, vagyjak meg a Fúrje Körbi videóit, ebb azért billentyúzeteznek. Trompik ott vannak. Hát amúgy a fűrjeknek legalább ennyi hasznuk lehetne, hogy megvágják a videót a Herbie helyett, ha már ő nem képes rá. A skip, amúgy igen, ez valószínűleg skipes. A kurva Isten, itt de utálom az ilyen sípolásokat. Mennyit alszol? 8 óra. Mennyit dolgozol? 8 óra. Mennyi marad? 8. Na, és akkor még nem főztél, nem beszéltél az anyáddal telefonon, nem néztél meg egy filmet, nem fürdöttél, nem mostál, nem mosogattál, nem szedted be a ruhákat, nem vasartál.
Mennyit iszol? Egész nap. Hát igen. Semmi. Alvás meg vonás, az marad. Akkor meg nem töltődik vissza az agy korai elhalálozások meg. Szerencsére az alkoholra fel lehet tölteni. Kandallót ki lehetne vinni a gecibe, elviszik, ha azt mondom, hogy ingyen van, akkor már jönnek is. Csak a vasba leadják több százezer forint, olyan nehéz. Hát ez nem így működik sajnos, de látszik, hogy nincs otthon a témába. Mikor fognak így mögöttem jönni a madarak repülve, vállamon megpihenve? Az papagájákat kellett volna venni. Melyik hercegnő, melyik Disney hercegnő szeredíti az állatokat? Az a Herbie. Hófehérke. Dr. Dulit. Kis maradék? Hát ja. Ja, így pont nem tudják megenni a kukoricát, de nem baj. Megmosta őket. Ja, nem, jó. Majd megijedtem. Egyre jobban el fog menni a kedve az egésztől, hogy realizálódik benne, hogy ezekkel az állatokkal munka is van, az lesz a vége, hogy lepasszolja az anyjáikhoz, ezt most megmondom neked 100%-ra, fogadnék is rá egy nagyobb összegben. Köcsög, amúgy lehetséges, nagyon nagy eséllyel ez lesz. Nagy eséllyel. Hová lett az egérpad? Hát kivette alóla, úgy gondoltam, hogy lehet, hogy mégse. Mégsem. Jó ötlet, és így inkább lekakilnak. Minusz 1500, pedig abban van lehetett volna venni kettő kis vodkát. Esküszöm, ha Hörbének valami baja lesz, vagy eladó lesz ez a ház, mert kilakoltatják, vagy valami. Elköltözünk Sümegregec, és beköltözök ebbe a házba. Az mekkora lenne, a legnagyobb W a világon. Fiam, most már vettem egy olyan rollert, ami neki van. Olyan elcigim van, mint ami neki van. Most már lassan átvettem az életét. Jönjenek a hajléktalanok. Oh, igen. Le van lassítva, vagy eszik. Az igen. Actual content? Rohad a tetőszerkezete, egy gazdasági csőd. Ja? Ó, hát akkor látja, hogy nem költözök ide. Finom. Annyira nem kemény. Megéhezett egy kis fűri tápra. Ilyen... kis madártáp. Megeszi a kukacot? Azt hittem a kukacot. Hú, azt hittem a kukacot eszi legalább. Már izé. Nem is rossz! Nem is rossz! Anyám, még itt üzengetnek, hogy nem-e túl nagy nekik az. De hát van a aprítógépen, letesztelem az egyik oldalt akkor. Most leaprította nekik a tápot. Egyetek. Mindig mossa a ruhákat. De mindig ugyanabban a ruhában van. El fog dőlni. Mondjuk most kávat már berendezni. Az igen, Peti! Szaszák társad vagyok, és mindig mozog. Akkor ledaráltam volna. Mik ezek a tikkek, keci? Itt ez van, ami már volt a pulton. Ez a zselés. Kinyitod, és akkor jó sokáig párolog a zselé. Ilyen gép nincs. Aha. Na, egy... Ja, hogy ő... ilyen illatosító gépet akart venni a madarak mellé, és vett helyette egy ilyen illatosító zselét. Nem tudom, hogy ez milyen kemikáliákból áll össze, de biztos, hogy nagyon jó hatással lesz a madarak képességére amúgy. Most veszi az illatosítókat, mert nem bírja a madárszagot. Nem bírja a fürgyöknek a szagát, és telerakja illatosítóval a helyiséget. Két hetet adok a fürgyöknek. Ezelőtt két videóval azt mondogatja, hogy nincsen szaguk, meg hogy milyen jó fejek. Itt az automata rendszer, ebben már van ilyen is. Hú, tesó, ezt a misnek ne add oda. Gyűlölöm, gyűlölöm! Itt van, itt kis szalok rá. Ne megyek el. Kurva. Gyűlölöm! Többet nem fogsz, bazd meg! Na, ennyi. A faszomat fújkod, bazd meg. Mindig a legjobb. Időbe fújkod. Itt majd cserélgethetsz, meg elem. Meg ilyen autós. Ezt nem tudtam ott hagyni, ilyen sose volt. Szerintem a pénztárnál azt hitték, hogy ember töltem. Az emberi szarszak és a madár szarszak keveredése legjobb. Jó lesz. 418 év azért. Jó, az mai világban ennyit leszeretem. Úgy megkívántam a színét.
pusztán éjjel van. Ez 400 forint, habár, ez nagyon gatya. Tázsol minden éjjel, mással táncol. Kajak, nem értem azt, hogy emberek amúgy Magyarországon hogy tudnak megélni átlag fizetésből. Ezt egyre nehezebben tudom felfogni amúgy, hogy vannak emberek, akik ilyen 300k alatt keresnek. 300k-ból így éppen hogy élni lehet lassan. Gondolom nem tizettóik egy darab. Egy fűrj mennyi tojást tud kinyomni magából maximálisan? 2-3. Hát... És milyen időközönként tojnak, vagy hogyan? Azt is tudni kéne. 250-30-at tojik egy évente. Hát akkor amúgy... Hát... Két naponta tojik, az amúgy nem olyan rossz. Én is, én halad veszek, én is elkezdem a fűrbizniszt, csak én legálisan. Én nem tudom, hogy 2 hetet kibírnak-e Hörbinél, de ha igen, és tojni fognak, nagyon várom már. Én leszek az első, aki vesz tőle. Ott van. Hát nagyon jó. Ezek az illatok nagyon jók lesznek ott a madaraknak, amúgy ezt a konklúziót így levontam, hogy 1 méter van kb. Madaraktól. Jót tesz. Hopp, kiköltöztette a madarakat, hát nem bírta a szagot. Nézzük. Eddig tartott a fürdőszobás dolog. Nézzük. Sokáig tartott, 6 órája. Unta meg a dolgot. Tagoknak ment fel videó, ott vannak előzmények. Itt kell most helyet csinálni. Homer Simpsonos pólót már be is birtokolta. Hát a dobozok maradnak, hát azt fogom alájuk rakni. Meg a előző tagvideóban meséltem erről az ablakról, hogy azért itt bezárom, akkor elég sötét van. iPhone világosít. Hát jól lemosom, meg hogy valahol itt kéne, hogy legyenek. Ma ott vannak. Stb. Allergiás ők a madárszörre. Felmostam Domestos meg minden. Aztán haladok kifele. Szóval majd egy kicsit stresszesebb napjuk lesz. De hát sietek. Korán van még. Direkt nem mondtam semmit, de kíváncsi voltam, hogy mit fogtok írni. Úristen. Tehet kaptak most bőven, hát itt aztán szorhatják. Ezt csak visszaraktam, van ebben még darált. Meghozom majd mindig ki. Többit mindjárt hozom, kukac, ilyesmi. De először a vizet megcsinálom, hogy friss víz, az kevesebb víz, kevesebb víz, kevesebb. Macskattól. Kutya pikkelyekre allergiás vagyok, haver. Viccelt? Lehet, hogy viccelt. Így el van külön. Na, mit hagytak maguk után? Aha. Kakimaki. Hát... Móni. Hát jó, kitette őket ide egy darab fára marátéve, az amúgy szerintem ez egy jó, jobb setup. Itt legalább nem lesz telefújva a fürdőszoba minden szarra. De most ennek nagyon örülök amúgy, hogy megvette azt a sok illatosító cuccot, és elbaszta. Meg annak is, hogy megvette azt az egérpadot, vagy mi a faszom vágódeszkát, és azt is elbaszta. Remélem, hogy még több felesleges kiadást fog csinálni. Ez a legjobb. Maximálisan megérte. A szarfúró is nagyon megérte. Alapból erre is gondolhatott volna, hogy ide kiteszi őket. Lehet, hogy ez lett volna az első jó ötlet. De nem. A fürdőszoba közelebb van. Vagy én nem tudom, hogy mi volt ez. Nem értem. Ha egész eddig ott volt ez a hely, akkor alapból miért nem ide tette őket? Mert akkor nem kell külön fűteni? Mert ide most majd akkor kell venni a fűtést, gondolom. Mert itt gondolom nincs. De nem baj. Plusz kiadás. Majd, hogyha eladja a szarfúrót, akkor tud venni fűtést oda. Itt még csak felsepregettem és ciffeskendő. Vagy még jön a Domestos Power. Csak hópocska már toporgott. Annak is tangájába van. Gyere! Aha. Megösszük a paprikát, let's go! Finomabb lesz a tojásuk, hogyha paprikát tesznek elméletileg, nem? Ilyen csípős lesz. Most mintha kevesebben lennének, nem? Ciffeskendők azt az áramkábelt, vagy... Szép hely. Csak egy helyen van az összes, nem tudom. Nem lehet látni nagyon. Berakom. Csak mondom, kitakarítok, ki is festem. 7 hetet vett csak, nem 10-et vett? Azt hittem egész eddig, hogy 10-et vett. Nem, ez legalább, nem, ez szerintem megvan még a 10. És a csirit választott elsőnek. Az is. Vagyis hát mi az? Csak szobattok. Szerintem ez legalább, ez szerintem megvan még a 10. Csak egy helyen voltak. Megnyomni, paszkodni kell. Jól van, szokjátok a hangom. Na jó, hát várom a további fűri részeket. Nagyon jó volt ez a műsor ma. Levezetőnek hallgassuk meg az új K. Kevin zenét.
Minden nap hétkor fekszem, segít egy anyának, legnagyobb flexen. Tanulások, eszem nem az szexen kiáll, nekem a jutalom kekszem. Te faszfej, szedd fel a szemetet, te dobd el. Na, képzeljétek el, hogy az Istiék a Top 5 legrosszabb csatorna című podcastjükbe beszéltek a Hörbiről. Elméletileg. Jó, ez jó videó, Kovix, és mit mondtak a Hörbiről? Érdemes megnéznem streambe? Vagy érdemes? Na, nézzük. Jó. A te következő csatornád. Az én következő csatornám az egy velősebb lesz, és téged is elég érint, úgyhogy már szerintem tudod, hogy miről van szó. Hörbi! Megérkeztünk Hörbihez, srácok. Oké. Okay. Ugye nekünk, ugye ő a Hörbi nagyon sokszor, mert nem most volt az első ilyen, hogy ő azzal dobálózik, hogy ő indított el minket a karrierünkön, ő indított azt régebben is mondta. Ezt régebben is mondta, és mindig úgy figyelmen kívül hagytuk, de elmondom nektek, hogy miért hagytam például én figyelmen kívül nagyon sokáig az emberünket. Szóval elkezdődött a videózásom itt a 2013 év vége környékén, Alexovicsnak hála egyébként, én mindig azt szoktam mondani, ő volt az első, aki megosztotta, ugye kommentelt a videókhoz, és akkoriban az még durrantott valamit, oda a feedbe bekerült oda a csatornához. Hörbi olyan szinten került a képbe, a legjobb tudomásom szerint én így emlékszem a dologra, és szerintem ez így is volt, amikor én főiskolára jártam már, és csinálgattuk a szupermenes videókat. És... azt nézzük meg újra, légy szíves. Na ez. Zseni. Üdv újra! Üdv, viszlát. És az úgy nézett ki, hogy a tanár mondta azt... Vájnom, tesó, ez 9gag-en is kim volt. Kurva anyád, hát hogyha még helyesen le tudtad volna írni ezt az egy szót, tesó. Istenem, egy feladatod volt, és még azt is elbasztad, haver. És a tanár ugye mondta nekem, hogy tök jól lenne, hogy tudnám nyomatni ezt a videókat, ahol csak lehet. Hogy ezt így meg tudnám osztani minél több embernek. Ti van, egyszer sem kerestem, mert mindig is olyan furának tartottam így háttérben. De majd ebbe is kitérek. És akkor elküldtem neki ezt a videót, hogy nézd meg ezt, hogy hát ha tetszik. Hogy biztos, hogy tetszeni fog ez a videó. Ez neki annyira tetszett, hogy szó nélkül megosztotta 600 000 helyen, meg nem tudom, videót csinált, meg minden izé. Utána én magam részre annyitok még elmondani erről az egész, hogy bekerültem a Kemény Mag Facebook csoportjába anno, az elsőbe talán, vagy az már a második volt, én már nem tudom. Bent voltunk, és nem akarom megnevezni a másik videóst, akivel egyszerre léptünk ki, mert most nem akarom, hogy ő neki kellemetlen legyen. Nem a Patrik volt, az biztos, hogy nem a Patrik, Patrik nem is volt azt hiszem Kemény Mag csoportban, én bent voltam. Random, amikor a diával összebasztak, akkor azt oda így kiírt minden dolgot a diáról, hogy milyen egy ilyen, meg olyan, meg... És akkor mindenki ott ment, és akkor nyalta ott a seggét, tudod, hogy nem Peti, így, meg úgy, meg izé. Meg ilyen dolgokról volt szó végig, és ott nekem kezdett olyan lenni, hogy ez engem nagyon nem érdekel, és ki is léptem a picsába szó nélkül az egészből. Azt hiszem a Petinek még írtam is annó, hogy köszönöm, ez nem az én közegem. Én ebből nem szeretnék részt venni. Onnantól kezdve én... Gyakorlatilag elengedtem a Peti sztorit, mert nem, alapból sose voltam nagy nézője. Tehát egy-két videóját láttam életemben. Ja, meg ugye volt egy reakció videóm a Trégém annó, hogy ilyen játékot. Azon tényleg legit kurva jót röhögtem. De az vicces is volt. Az vicces is volt. Nem kerestem egyszer sem, nem mentem el hozzá egyszer sem, nem volt. Szerintem volt ez inkább rólam szól is, ez nem rólad szól. Nem tudom, de többes számba ugye fasztopózva lettünk, ja, nácizva lelettünk, nácizva. Hogy az is volt, hogy meghívtuk Manint, és akkor az Unfieldból még kinéztem, de az Istiből. Alapul ugye neked például már régóta van ez a beefed vele, hogy te egy drogdealer vagy. Igen, de az Isti akarta főként, tehát ő ismerte a Manit, hogy hát hogy mondjam, tehát na mindegy, és teljesen el van tévedve, és akkor én drogdealer is vagyok, igen. Hát figyelj, én meg pedofil, meg náci, meg minden, hagyjuk, én Hitler vagyok, tudom. Igen, meg... amúgy, mondjad csak, bocsánat. Mondjad akkor most már. Ez a Maninos podcast-es sztori, ez meg úgy alakult ki, szerintem... az első... Igen? Ezt szerintem mondjuk el utána, csak akkor én is felvázolom, hogy... Jó. De buzi is voltam, igen. Igen, te is mondd el a történetet vele. Oké, szóval persze. Mondjuk azt, hogy 2012 körül indult ugye a csatorna, vagyis az enyém, és akkor ott csináltam elég sok videót, tehát 13 nyarán végig toltam. Én nem tudom, élveztem az egészet, volt pár nézőm, és akkor élveztem, és akkor pár ezer már lett, mit tudom én, és valahogy így a Petivel egymástól kb. 5 percre lakt. Petivel 5 percre laktak egymástól, igen, mindketten fehérváriak voltak, ha jól tudom. És valahogy így kontaktáltunk, hogy pontosan, én néztem a videóit egyébként, de nem voltam ilyen hithű rajongó, én néztem. Nyilván... Igen, tehát akkor egy irigy rajongó vagy, aki fel akart mászni a hátán. Ezt most jól megmondtad. Gyerek voltam,
tehát ilyen 16 éves kb. Szóval annyira nem láttam bele, meg annyira nem is néztem utána, vagy mögé a dolgoknak. Szóval úgy jó volt, hogy lekötött meg, mit tudom én. Ilyen semmiket néztem, tehát mit tudom én. Kint van a konyhába, elmegy sétálni, ilyen chill volt az egész. Nem voltak még ilyen súly... Hát ilyen súlytalan volt. De alapvetően az volt a lényeg, hogy ugye csináltunk, áthívott, hogy csináljunk közös zenét. Olyan. És akkor csináltunk közös zenét, és akkor ott Cica megint... Cica bébi. Cica bébi. Amúgy esküszöm, annak idején azzal a fejjel én azt élveztem. Tehát nem... Jó? Nem mondom azt, hogy most úristen, de megbántam, nem, én tök élveztem. Na, és ott kontaktáltunk is, meg ez, és szerintem emiatt mondja, hogy ő húzott fel, vagy... Hát azért már ne haragudjunk, de nekem ott azért benne voltak évek, hogy emberek elkezdtek nézni. Szóval nem tagadom, biztosan miatta is egyébként így jöttek át emberek, de még nem is akkor indult meg az én csatornám, hanem 15-ben. Hát ez csak mentegetőzés, ezt mindenki tudja, hogy a Herbie hátán másztál fel Anfield, ez egyértelmű. Talán. Szóval igen, és akkor volt ez is, hogy én drogdealer vagyok, de arról egyébként régen már volt videó, amikor találkoztam a Petivel, hogy akkor ezt tisztázzuk, és akkor csinált róla egy ilyen tisztázós videót, vagy valamit, és akkor azt fel is töltött. A mai napig valahol fent van. Úgyhogy nekem ez volt így a kapcsolatom a Petivel, és igen, na akkor innentől folytasd akkor István, amit az előbb mondtál. És ugye a sztori az úgy nézett ki, ugye, hogy nem az első epizódra hívtuk volna, hanem második. Az első vendégként, igen, másodikra akartuk volna őt elhívni. Én gondoltam azt, hogy legyen ez, mert azt is megkaptuk például tőle, hogy se szarjuk a fejét. Ezt én aláírom, hogy én tudatosan le se szartam a fejét. Teljesen aláírom. Mert de mi az, hogy le se szarod? Ezt én nem értem ezt a... Hát az, hogy nem keresem, nem érdeklődök iránta, nem kérdezem de meg, hát hogy van. Miért érdeklődni iránta? Az, hogy nem vagy csak puszipajtások, meg rokonok. Minden évben valamivel betalált, vagy szurogatott ilyen kis... Relatíve, igen. Egyébként rólam ecset nem fejű, tudom, hogy miért... Nekem mindig ezt mondta, tudom, de rólam valamiért mindig egy picit ilyen pozitívabb véleménye volt. Például a TikTokon is fönt van az, hogy engem emelt ki az összes videós közül, hogy én vagyok az egyetlen, aki nem szálltam el, az összes többi, mint szar, meg ilyenek előfordulnak. Tehát engem valamiért mindig egy ilyen megkülönböztetett státuszba rakott a fejébe. Aha. Pedig én amúgy tudatosan kerültem, mert mindig azt tapasztaltam a kemény mag csoportban is, hogy baromira ingadozó a viselkedése. Egyik nap ilyen, másik nap meg már olyan. Igen, ez jellemzőre. Harmadnap meg már azt mondja, negyed nap meg amazt mondja. És én az ilyen embereknek a társaságát köszönöm szépen, de én úgy elkerülöm nagyon messzire, mert rengeteg fölösleges stressz, rengeteg fölösleges, itt tudom én, nem tudsz kiigazodni rajta. És én ezért aktívan valóban le se szartam. Nem volt szimpatikus, nem? Érdekelt. Nem volt szimpatikus, pont. Hát amit a kemény mag csoportban láttam, jó. Ott nekem ott elég volt, igen. Bár lennének screenek, annyira érdekelne, hogy mik voltak ott. Akkor ezáltal így elengedtem a dolgot. És úgy voltam vele, hogy mondom, tök jó beszélgetés kerekedhetne abból, hogyha meghívjuk a podcastbe, mert alapból is mindig azt mondja, hogy nem keresjük a társaságát, nem akarunk vele közösködni, ő nekünk segített hatalmasat, mi meg leszarjuk a fejét. Igen. Úgy voltam vele, hogy akkor beszélgessünk a dolgokról, leírtuk neki azt is üzenetben, hogy igen, megbeszélhetnénk azt is, hogy a diával mi történt, mert ott is volt egy ilyen fellendülő szar, ugye, hogy elköltözött, aztán a dia ott ugye borított egy ilyen bilit, aztán, hogy annak mi volt az igazság mögötte, a franc tudja, tehát... Igen, és erről a Herbit kell megkérdezni, mi az igazság. Ez kicsit ironikus amúgy, nem? Meg hogy a beszélni. YouTube vlog kezdetén azért ő benne volt ebben, és errefele is elmentünk. Akár erről is, persze. Könyvről, mit tudom én, csomó mindenről lehetett volna beszélni. És mivel azért megint hozzátesszük, hogy azért kérdeztünk volna bele dolgokba, srácok, mert ő azt is megosztja, hogy elvileg mennyit keres, mennyit adományozik ennek a nőnek, annak a nőnek. Tehát mindent megoszt effektív az életére, szóval nem olyanba kérdeztünk volna bele, ami magánügy, mert neki... Nincs. Szerintem nincs is olyan nagyon, hogy magánügy. Hát én nem tudok ezen kiigazodni, hogy igazából a videókban, amiket mond, az mondjuk úgy általában igaz-e, vagy nem igaz-e, én nem is akarom... Az biztos, viszont ugye, még azt még el akarom mondani, ez is tiszta legyen, ugye elhívtuk, visszautasította. Kétszer is elhívtuk, ha minden de igaz. De ilyen neked videót küldött, igen. Neked küldött meg... ilyen házi vlogot, hogy így akkor elmagyarázza, hogy miért nem, tiszteletbe tartottuk, igen. Nem is fogom elmondani, hogy miért nem, teljesen mindegy is.
A lényeg az, hogy tiszteletben tartok, hogy nem akar eljönni. Mi elhívtuk a Manint helyette első vendégként. De erre teljesen, ő... bocsánat, de teljesen más témáról lett szó. Teljesen függetlenül tőle. Azért nem is beszéltünk a Herbie-ről a podcastben. Teljes mértékben. Mert akkor azt mondtuk, hát inkább legyen ez a téma. Igen, ennyi. Ennyi történt. És teljesen függetlenül, lehet, hogy ő azt gondolta, hogy mi akkor szembesíteni akartuk igen, vele, mert őnek van közösen egy ilyen régebbre nyúló ilyen beefük. Beefem van, nem Herbie-vel, geci. Behalok. És akkor, és, de nem, de és ezáltal mi már egyből nácik vagyunk, meg faszopók vagyunk, meg sőt, bűnözők vagyunk. Igen. Ezek mind élőben YouTube-on hangzottak el a szájából. És ott voltunk, és néztük élőben, és hallottuk. Tiszta ideg lett az ember, hogy most el lett hívva a Manin, hogy ehhez már neked igazából mi a szar között van, hogy el lett hívva. De... Semmi. Box mehetne, köztem meg a Herbie között. Hát, szerintem elég egyértelmű, hogy ki nyerne, az a baj. Nem akarom bántani, mert... Hát, nem vagyunk egy súlycsoport. A értelemben miért mondom azt, hogy rossz? Mert ez még ugye csak egy személyes indok részünkről, hogy nem annyira kedveljük már ezt de az de ezért nem tettük volna bele. Tehát én is gondolkodtam nem. rajta bizonyos szempontból, hogy beletegyem, de aztán Isti mondta, hogy beletettem. Mondom, jó, egy, akkor dumálunk én bele, róla. Én bele. Én azért, én már a kömény magas résznél is azért tartottam nagyon gáznak a dolgokat, mert néha nagyon elengedi magát az emberünk, olyan dolgokat enged meg magának, amiket amúgy igen. szerintem videókban nagyon nem kellene, tehát egy csomó ilyen balhé van, volt azzal a kopasszal az a kisebb fajta, szinte már verekedés szinte ott live-ban, ja, ott akkor ezek a random szétlögdösik, akkor ezek random voltak, ezek olyan annól ilyen, hogy gyereket belökött ott egy ilyen találkozón ott a tóba, és akkor a telefonja elázott a gyereknek, azt lesz szarta az egész. Mi? Van ilyen? Egészet, igen. Az én voltam. Mi? Azt te voltál, Patrik? Igen. Mi? Nem már! Azt hittem, az egy random... Téged lök... Erről mi beszéltünk valaha? Mi? Nem. Belelökte az Anfieldot a Herbie a tóba. Hol a link? Vágod, hol van a link? De szerintem beszéltünk régebben. Wow, ez nekem most egy nagy... mi a szar? Ja. Téged lökött be? Na, jó, de ezt nem de akartam felhozni, ez nyilván poén akart lenni, csak... Nem, én ezt csak valahol olvastam, ilyen nem is tudod, hogy most csak szivat, meg trollkodik. Volt például, biztos vágod azt a videóját, amikor fekete-fehér napszövegbe ül, és akkor arról beszél, hogy férfit hogy elégített ja, ki, meg igen, vágod. Igen, de az tehát, a baj, hogy ezek minden rohadt videójára azt mondja, hogy ez nem az igazság, ez pöcsöm... De hát akkor az is csak poén volt, hogy ránk ideges? Like. Minden, István, minden az, és tudod, az a baj ezzel az... A videók el vannak túlozva a szórakoztatás kedvéért. Egészen, hogy elvileg ő őszinte, elvileg ő csak felnőtteknek gyárt kontentet, de minden egyes rohadt mozzanatába bele lehet kötni, és ja. nem tudom elképzelni, hogy van olyan normális ember, aki hosszú távon tudja Petit nézni. És azért, mert ha van egy kis eszed, nem kell sok, szerintem 3-4 videón belül szinte mindig meghazudtolja az előző állítását, amit mondott. Így van. Tehát egyszerűen nem tudsz rajta kiigazodni, és olyan kontenteket is megenged magának, és tudom, hogy most ezt úgyis nézi a Peti, és úgyis azt mondja... De hogy nézi? Nem nézi meg, le se szarja. Ugye majd, hogy mekkora bűnözők vagyunk megint. De mi az... hogy te poénnak számva, emlékszem, ez egy nagyon régi videó, szexelt egy, mondta, hogy most szexelni fog mm-hmm. egy nővel, majd egy vágás, és ott volt a gumi a kezében már használtan. Fúj, és ember! Volt. És ez, nem azt mondom, hogy pont ilyenből, de annyiféle ilyen dolgot csinál meg, hogy én nem tudom elképzelni azt, amit ő állít, hogy őt normális felnőtt emberek nézik. Ezt én nem tudom elképzelni. Persze biztosan kivétel, de... Nagyon nem valószínű. Én voltam az, aki Maninnak továbbította az üzenetet, amit amúgy te kaptál meg. Ja, ezt én magamra vállalom. Tehát nyugodtan, de figyelj, én ezt vállalom. De mégis mi a szart vár azután, hogy olyan dolgokat mond a live-jában, amiket mond, azért, mert elhívtunk egy embert. És akkor elküldi, és nagyon komolyakat mondod, innentől kezdve, akkor mi a szart képzel, hogy ezt majd így nem fogom oda továbbítani, ahova ő amúgy címezte? Tehát, hogy
nem kell itt a szentet játszani, nem kell itt megsértődni, vállalja a felelősséget azért, amit... Nem, levéltitok volt, Isti, megszegted. Ennyi, megmondta. Amúgy utána néztem, és nem szegett meg semmi. Tehát az is, hogy... Érted, random rólad elkezdi terjeszteni azt, hogy te egy drogdíler vagy, bazd meg. Ez egy kurva kemény dolog. De ez egy kurva kemény vád. Dolog. Rohadt régi dolog. Erre utána te lehívod, megbeszélitek, ahol ő azt mondja a felnőtt férfirét, hogy azt hittem, hogy meg fog verni az Anfield. És akkor utána most ezt előveszi 2023-ban. A 16 éves Anfield biztos megverte volna a Herbit, nem? Már megint ezt a drogdíler dolog. Megint mondta. Ez nem normális dolog egyszerűen, és azért annak örülök csak, hogy kb. Szerencsére lószar se nézi a csatornáját, mert egy igazi fertő. Sajnos nem tudok mit mondani. Sok embernek a kommentjében ezt olvasom, hogy régen néztem, és nem hiszem el, hogy ennyire félreismertem. Mert amikor ilyen jobb időszaka van, meg ugye normálisabban elő tudja magát adni, akkor úgy még úgy nézhető is egyébként. Igen. Tehát, hogy nem akarom elvitatni ezt. De amikor átesik a ló túloldalára, és hogy megy a mély repülés, stb. És tényleg, mivel ugye YouTube broadcast yourself, dick. Ja. Így ugye neki arról szól a YouTube, hogy mivel önmagát, értem én, hogy ez így legit, meg mit tudom én mi. Csak amúgy de... még se az, mert kicsit ellentmondásos. Hát most már mióta nincsen a YouTube blogóra odaírva, hogy broadcast yourself. Hát most igen. Akkor ő a realt mondja, mert mindig azt mondja, de közben meg oda van írva, vagy oda volt írva, hogy... Igen, hogy el van a túlozva, szórakoztatás. Ez na most, nem, a műsor... Nem tudsz, nem... Na mindegy, ebbe bele sem megyek, de hagyjuk már. Hagyjuk. Úgyhogy ezt én mindenképpen erről szerettem volna beszélni, vagy így, vagy úgy, amikor feljött, ez már régebbi sztori, már legalább egy hónap eltelt azóta, hogy most itt lett egy ilyen nagy balhé, amiben mi is belecsöppentünk így a Manin meg a Peti közötti dologba. Akkor már beszélni akartam róla, de úgy leült a dolog nagyon, aztán... De most, mivel csatornákról beszélünk így, akkor ezt így el akartam mindenféleképpen mondani. És elment a net. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.